Horvát, Török és Görögország. Idén eddig ezek a legnépszerűbb úti célok a külföldre utazók körében. Az enyhítéseknek köszönhetően idehaza már nem csak az oltottak, hanem az oltatlanok is minden korlátozás nélkül foglalhatnak szállást belföldön. A külföldi utazásokhoz azonban egységesen mindenkinek szüksége van az Európai Unió által létrehozott oltási igazolványra. Ez a Green Pass ugye rögzíti a második oltás időpontját, az oltásnak a mienségét, a védettek esetén, hogy med, meddig tart ugye a védettségi igazolványuk, ugye a magyar védettségi igazolvány, aki pedig nem esett át a betegségen és nem oltatott, hanem egyszerűen csak tesztel tud utazni, ebben rögzítik a teszteknek is az eredményét. Úgyhogy ez végre egységes forma, nagyon sokat könnyít a napi rutinunkon, illetve a napi utazni vágyoknak a feladatain. Ezt elektronikus úton is le lehet tölteni az ügyfélkapunk keresztül, vagy a kormányablakokban, illetve a házi orvosnál lehet igényelni. Az oltatlanok PCR vagy antigénteszttel válthatják ki ezt az utazáshoz szükséges igazolványt, azonban országonként változhatnak az időkorlátok. Van, ahol 24 órán belüli tesztet kérnek, de van, ahol 72 óránál nem régebbi eredménnyel is át lehet lépni már a határt. Rózs Anikó úgy nyilatkozott, volt már olyan ügyfelük, aki közvetlenül az utazás előtt fertőződött meg a koronavírussal. Ilyen esetekben nagyon fontos, hogy legyen útlemondási biztosítás. Ez gyakorlatilag már arra is kiterjedt, hogy ha például az indulás előtt valakinek ugye pozitív lesz a tesztje, és valóban nem tud elutazni, ez akár lehet indulás előtt 72 vagy akár 48 órával, akinek van útlemondási biztosítása, ilyen esetben a biztosító térít a COVID-ra is. Így nem veszíti el az utas a már befizetett utazási díjat. Az iroda vezetője úgy véli, további enyhítések várhatóak a jövőben. A legtöbben abban bíznak, hogy többek között Olaszország is nyitni fog a keleti vakcinák irányába, és a sputnikkal, valamint a sinofarmal oltottak is könnyedén beutazhatnak majd ezekbe az országokba.